Köszönöm szépen, Sárosi Péter vagyok, az Ártalomcsökkentők Egyesületét képviselem, és itt most röviden szeretném összefoglalni a helyzetértékelésemet, elsősorban az ártalomcsökkentés szempontjából. Paradox módon rögtön nem is Magyarországgal, hanem Romániával kezdeném a helyzet ismertetést, ugyanis azt gondolom, hogy Románia nagyon fontos példákkal, tanulságokkal szolgál arra, hogy mi történik akkor, hogyha nem fektetünk bele eleget az ártalomcsökkentésbe. Most márciusban forgattunk egy dokumentumfilmet Romániában, és elkísértünk egy ottani megkereső buszt a bukaresti éjszakában, amelyek gyors nyáltesztekkel szűrik ki a HIV pozitívokat a drogfogyasztók körében, és hát egyetlen egy éjszaka alatt 3 ilyen nyáltesztből 2 lett pozitív. Na most tudni kell azt, hogy még néhány évvel ezelőttig is Romániában egy évben sem szűrtek ki egy vagy kettőnél több HIV pozitívot a drogfogyasztók körében. Ugye Magyarország és Románia hosszú évtizedekig a alacsony HIV prevalenciájú országok közé tartozott. Félő az, hogy ez most meg fog változni, nem csak Romániában, hanem Magyarországon is. Ennek több tényezője van ennek az átalakulásnak. Nagyon hasonló ebben is Románia és Magyarország helyzete. Ugye egyrészt van az, hogy átalakul a drogpiac. A korábbi ópiát uralta intravénás szerhasználói szcéna átalakul egy alapvetően stimuláns fogyasztói szcénává. Megjelentek a designer drogok, és teljesen leváltották egyes drogfogyasztói körökben a heroint. Ennek minden következményével együtt. És hát Romániában a legfrissebb felmérések szerint az intravénás szerhasználók körében 50% fölött van a HIV pozitívoknak az aránya, ez a legfrissebb felmérés. És hát ez körülbelül 3-4 év alatt változott meg egy szinte nullához közeli HIV prevalenciából. A drogpiac átrendeződése mellett azt gondolom, hogy ki kell emelni a gazdasági világválságnak és egyéb politikai átalakulásoknak a szerepét is. Romániában is ennek a hívjárványnak a kitörését az előzte meg, hogy jelentősen csökkent az ártalomcsökkentő programokra befektetett forrásoknak a nagysága. A legújabb adatok szerint Magyarországon is 2012-ben egy igen nagy megakadást vagy megállást tapasztalhatunk például a tűcsere programoknak a forgalmában. A programok száma az ugyan nőtt, ami egy pozitív fejlemény, tehát most már például több városban elérhetőek tűcsere programok, az abszolút száma a tűcsere programoknak az nagyobb, ugyanakkor a tűcsere programoknak a forgalma az a 2012-es évben drasztikusan csökkent. Még nincsenek ugye végleges adatai a fókuszpontnak, azonban ez a csökkenés, ez 30%-nál nagyobb a kiosztott steril fecskendőknek a számát tekintve. És hát ugye az ENSZ egészségügyi világszervezetének, a WHO-nak a javaslata vagy ajánlása szerint akkor működnek hatékonyan a tűcserék egy országban, hogyha legalább egy drogfogyasztóra 100 kiosztott fecskendő jut. Na most ez Magyarországon most már olyan 70-80 között van. Tehát magyarul ma a tűcserék nem működnek magas hatékonysággal, és ez nem a tűcsere munkatársaknak a hibája, hanem annak, hogy egyszerűen nincsenek meg a megfelelő források, és nincsenek meg a megfelelő eszközök ahhoz, hogy ártalomcsökkentést lehessen folytatni. Hogy mekkora a HIV járványnak a veszélye, erről majd délután fog beszélni Dávid Fecó kicsit részletesebben a budapesti helyzet kapcsán. Azt gondolom, hogy a probléma kezelésének az első lépcsője az mindig a probléma láthatóvá tétele, és ebből a szempontból is nagyon sok kívánnivaló hagy maga után a jelenlegi helyzet. János már említette ugye ezt az OAP monitoring programjának a megakadását, vagy nincsen igazából finanszírozása. Ha jól tudom, néhány millió forintból ezt lehetne folytatni, tehát lehetne folytatni azt a hívszűrés tanácsadást a drogfogyasztók körében, ami eddig ment ugye a kampányszerű Sentinel Surveillance kutatásokkal. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon fontos, hogy erre meglegyenek a források, és ez folytatódjon, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy akár elmulasztjuk a HIV-járvány kitörését, mert nem is tudjuk, hogy mi a helyzet, a jelenlegi helyzet.
És hát ha már kutatásokról beszélünk, azt gondolom, hogy nagyon sok más olyan kutatás van, amire még szükség lenne. Évek óta nem volt mondjuk a felnőtt népesség körében felmérve az illegális szereknek a prevalenciája, vagy akár korábban ugye voltak ezek a kábítószerrel kapcsolatos társadalmi kiadásokkal kapcsolatos kutatások, amikből megtudhatjuk azt, hogy az állam pontosan milyen szektorokra, milyen pénzösszegeket ruház föl. Ez is nagyon fontos lenne. Aztán ott van ugye a büntetés végrehajtás, ami az ártalomcsökkentés szempontjából még mindig egy fehér folt. Gyakorlatilag már hosszú-hosszú évek óta megy erről a párbeszéd, hogyan lehetne mondjuk az opiát szubstitúciót vagy a tűcserét a börtönökben is elérhetővé tenni. Az előbb említett Romániában egyébként már elérhető mind a két szolgáltatás börtönökben, tehát van tűcsere és van metadon is, tehát ez nem kimondottan csak a Svájc és Hollandia és egyéb nagyon-nagyon fejlett országoknak a kiváltsága, de akár Moldovát is említhetjük, ahol szintén van például tűcsere börtönökben. Persze itt is nagyon fontos lenne fölmérni a helyzetet a büntetés végrehajtásban. Ehhez mondjuk szűrőprogramokra is szükség lenne. Ugye néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen kezdeményezés arra, hogy legyen opiát szubstitúció a börtönökben, ez valahol megint elakadt. És hát általában a magyar drogpolitika egyik problémája szerintem az, hogy mindig kell valami tragédia ahhoz, hogy elkezdjünk foglalkozni egy kérdéssel, és amikor megtörténik ez a tragédia, akkor hirtelen nagy a figyelem, de aztán úgy szépen elsikkadnak ezek az ügyek. Egyébként, ha már tragédiákról beszélünk, a szórakozó helyekkel kapcsolatos ártalomcsökkentéssel kapcsolatos ilyen diskurzusok is nagyon megnőttek a Vesz-Balkán tragédia után, majd ma már ugye megint ez egy olyan téma, amiről nagyon keveset hallani, holott a szórakozó helyek lehetnének az ártalomcsökkentés egyik fő szinterei. Azért ne csak negatívumokat mondjak, hanem pozitívumokat is. Azt gondolom, hogy az fontos eredmény, hogy 2012 második felében egyrészt jelentősen megnőtt a médiafigyelem a tűcsere programok helyzetével kapcsolatban, és hát új kormányzati és nem kormányzati pénzügyi forrásokat is sikerült bevonni, előteremteni, amikért természetesen azt gondolom a szervezetek nagyon hálásak a minisztériumnak. Ugye volt először ez a 6 milliós segély, majd most tegnap láttuk a kormány.hu-n, hogy újabb 7 millió forintot fektet a kormányzat tűcserékbe. Ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog. Ugyanakkor azért azt is el kell mondani, hogy most már az a helyzet, hogy az összes ilyen támogatás az mindig csak tűk és fecskendőkre szól, de a tűcsere az nem csak tűből áll, tehát ott ugye emberek dolgoznak, rezsiköltségek vannak, infrastruktúra, különféle járulékos szolgáltatások, tehát igazából a megnyugtató helyzet rendezés az lenne, hogyha tényleg egy stabil és kiszámítható pályázati, illetve normatív forrásokat lehetne erre a területre fordítani. Jó, még a drogstratégiával kapcsolatban elmondanám, hogy az, ami most bekerült a parlament elé szöveg, azt gondolom, hogy már sokkal pozitívabb, mint a korábbi volt. Ez a célkitűzések tekintetében már megközelíti a 2009-es drogstratégiát, csak akkor ugye felvetődik a kérdés, hogy miért is volt szükség új drogstratégiára. És hát a BTK módosítást is említették többen előttem, azt gondolom, hogy ez is egy kiemelendően negatív fejlemény, most július 1-én fog hatályba lépni, és kimondottan a problémás szerhasználókat érinti hátrányosan a BTK-nak a módosítása, tehát megszűnnek a függőséggel kapcsolatos enyhítő szabályok, illetve az elterelés csak egyszer választható két évben. És még egyetlen egy dolog a KKB átalakítása kapcsán, hogy én azt pozitívumnak tartom, hogy bevonják az egyházakat és különféle más civil szervezeteket, azonban azt gondolom, hogy Magyarországon az állami feladatot betöltő civil szervezeteknek a munkája az nem összehasonlítható mondjuk a Polgárőrök Egyesületének a kompetenciájával ezen a területen, tehát itt azért fontos megkülönböztetni ezt a dolgot. Köszönöm.